Köszöntöm a kedves nézőket, sziasztok! A következő napok időjárását egy mediterrán ciklon fogja alakítani, ami kiadós csapadékot okoz majd hazánk térségében. Holnap sokszor számíthatunk esőre, a Dunán túlon délután havas eső, hó is esett, de alapvetően mégis folytatódik a következő napokban az enyhe idő. Az előrejelzési térképek azt mutatják, hogy a mediterrán ciklon felhőzete eléri majd már a délutáni órákban hazánk térségét, de igazándiból majd az esti órákban vastagodik meg, éjszaka, illetve holnap terjed át a felhőzet. Tulajdonképpen a keleti ország részre, észak-keleten még némi napsütésben is lesz részünk. Holnap napközben viszont alapvetően csapadékos időjárás várható, sokfelé számíthatunk esőre. A Dunántúl nyugati részén, az Alpok alján, illetve a Bakonyban halmaz állapot változás is bekövetkezik majd a nap során. Az éjszakai órákban változóan felhős időre számíthatunk, átmenetileg felszakadozik felettünk a felhőzet, észak-keleten pára, illetve ködfoltok képződnek elsősorban ezen a területen, majd többfelé még élénk helyenként erős lesz a délkeleti szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 4 fok között várható, és az éjszakai órákban nyugat felől megkezdődik a felhőzet növekedése, az Alpok alján, illetve délnyugaton már esőkre számíthatunk. Ez a csapadékrendszer napközben tovább terjed az ország középső, illetve keleti részei felé, megnövekszik ott is a felhőzet, délelőtt az észak-keleti ország részben még pár órás napsütés várható, aztán ott is befelhősödik az ég, és egyre több felé számíthatunk esőre. A délutáni órákban viszont az Alpok alján, illetve a Bakonyban már havas eső, hó is előfordulhat. Továbbra is élénk lesz a délkeleti szél, illetve a délutáni órákban itt az ország nyugati részén északira fordul majd a légáramlás. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 5 és 10 fok között alakul, ennél hűvösebb, csak a tartósan csapadékos és hűvös területeken várható, itt 2 és 5 fokig emelkedik majd a hőmérséklet délutánra. Ehhez képest nagy változás nem várható a következő napokban. Ez a mediterrán légörvény csütörtökön elhagyja hazánk térségét, észak felé elvonul majd a csapadék zónája, akkor még vegyes halmazállapotú csapadékra számíthatunk, főként a délelőtti reggeli órákban hazánkban. Utána tulajdonképpen időjárási front nem éri el a hétvégén hazánk térségét, de mégis igen nedves lesz fölöttünk a levegő, itt sok lesz felettünk a felhő, és időnként, helyenként eső, zápor előfordulhat, csak kevés napsütés várható ezekben a napokban, kevés lesz viszont a csapadék mennyisége. És a folytatásban a jövő héten hidegfrontok sorozata éri el majd nyugat felől a Kárpát-medence térségét, de a frontok nagy része tőlünk északra vonul majd el, és hozzánk enyhe levegőt szállít, ennek pedig az lesz a hatása, hogy az éjszakai órákban sokfelé képződik majd köd, illetve rétegfelhőzet, ami helyenként napközben is megmarad, tehát ott nem lesz túl magas majd a nappali felmelegedés mértéke, emiatt nem szökik majd magasabb rendél a hőmérséklet, ahol viszont kisüt a nap, ott akár a 10 fokot is elérheti majd délután a hőmérséklet. Az éjszakai órákban pedig a fagypont körüli hőmérsékletre számíthatunk. Ezzel köszönöm figyelmeket, amennyiben további érdekességekre vagytok kíváncsiak, kövessetek bennünket elérhetőségeinkkel. Sziasztok!